A Szabadfogás stúdiójában az ütős vendégek már készen állnak a kemény menetekre. Aki ma este igyekszik őket kordában tartani, Bévényi István. Jó estét kívánok! Önök nem láthatják, amit mi látunk, és most nem a műsor tartalmi részére gondolok, hanem a valóságra, ami épp körülvesz minket. Mondjuk ez sem hangzott túl jól. Szóval új helyünk van, ami kisebb, szűkösebb, de azért barátságos, meg hát az ember ne nyávogjon, amikor épp a sajtószabadság egyik utolsó televíziós végvárából jelentkezik be. Úgyhogy a vendégek, akik ma este leültek egymással beszélgetni, Pörzse Sándor újságíró. Jó estét kívánok! Konok Péter történész publicista. Éljen május másodika is. Gulyás Balázs, filmes szakember. Jó estét kívánok, egy csak. Bahorn András, művész. Ekkora már babom. Puzsér Róbert, független publicista. Jó estét kívánok. És Csintalan Sándor. Jó estét, magyarok. Egy hete nem foglalkoztunk az új kormány névsorral, és milyen jól tettük, mert akkor még elég sok minden pletyka volt, viszont azóta kézzelfoghatóvá vált az új kabinet, és szerintem megvan már is az egyik legmegosztóbb személyiség, méghozzá a Balogh Zoltánt váltó Kásler Miklós, aki 25 év után az Országos Onkológiai Intézet főigazgatói székét hagyja ott a Küvé minisztérium vezetéséért. Na most mit vártok az új kormánytól, és mit vártok az új emberminisztertől? Mostani sajtó szerint ugye az a legnagyobb bűne, hogy szerinte nem vagyunk finnugorok, amivel egyébként teljesen egyetértek, szerintem sem vagyunk finnugorok. Azt pedig majd meglátjuk, hogy ebbe a helyzetbe hogy áll bele, de nekem az az érzésem az összes minisztert figyelembe véve, hogy hát továbbra is Orbán Viktor ül a piramis tetején, ő itt a táplálkozási lánc csúcsa, az összes többi az pedig csak behúzott farokkal jelenthet. Annyira szimbolikus, hogy pont az Emberi Erőforrások Minisztériumának nevezett valami. Ugye az Emberi Erőforrások azért elég durva elnevezés, szerintem ezt én, amikor először meghallottam, akkor is megdöbbentem rajta, de hát igen, tehát az egészségügyi és az oktatás. Az egészségügyi és az oktatás élére, mint Igoriban, a fegyenc szelepen, ahol a lojális emberek, a lojális bolondok bármilyen bolondságot megtehetnek, oda kineveznek egy ilyen Kásler jellegű figurát, aki lehet, hogy valószínűleg jó onkológus, mert úgy gondolom, hogy egy onkológiai intézetet nem vezethet el egy rossz onkológus, de hát úgy tűnik, hogy a tudományhoz való hozzáállása azért mégiscsak egy oktatási miniszteri pozíciót tölt be, hát finoman szólva ellentmondásos. Ugye nyilatkozataiból azért kiderül, hogy a tudományt és a tudományos módszereket úgy amblok elveti, ezzel nem foglalkozik, számára ez egy ilyen hobbi történet. És hát másrésztről pedig azt látjuk, hogy azért az egészségügyel kapcsolatban is vannak ugye furcsa elképzelései, hogy a 10 parancsolat gyógyítja halálos betegségek 70-80%-át. Tehát egy szemmel láthatóan legalábbis a design, a kép, amit ő sugall, az image, az azt mutatja, hogy ez egy bolond. És ez az üzenet azt sugallja, hogy ezt a minisztériumot kérem szépen, ezt az érdektelen dolgot, ezt a 20-adrangú kérdést, hogy oktatás meg egészségügy, odaadjuk egy lojális bolondnak. De miért mondod azt, hogy ez egy bolond? Hát például egy olyan embernek, aki abba hisz, hogy a föld lapos, és hogy a világ mindenséget 6 nap alatt teremtették, te vagy a bolond. Ez igaz. Érted? Abszolút. Mi nem tudjuk tisztelni. Ennek a társaságnak, aki Orbán Viktor és barátai, ez nem bolond. Tudjátok, az a felháborító, hogy olyan dolgokkal játszadoznak ezek az emberek, ami nekünk keresztény konzervatív embereknek számítanak. Tehát játszadoznak a 10 parancsolattal, játszadoznak az ima erejével, ami én szerintem, lehet, hogy én is bolond vagyok, de szerintem is egy létező dolog. Csak hogy ezek az emberek kifordítják, és mint egy fügefallevélként tartják maguk előtt, mert azt gondolják, hogy ha ezekkel a szimbólumokkal élnek, akkor a magyar ember hátán fát is lehet vágni. És nem gondolják ezek komolyan, hát volt már Orbán Viktor is minden, csak akasztott ember, nem? Nem gondolják komolyan. Tehát a Szent Koronára hivatkoznak, meg mindenféle egyéb szimbólumra, ami nekünk igazán fontos, de ez csak arra szolgál, hogy az egészségügy, meg az oktatás szörnyű helyzetét, meg a korrupciót elfedje. Úgyhogy ez erről szól. És egyébként ajánlanám figyelmébe Kásler Miklósnak, hogy volt egy Georges Lemaître nevű katolikus pap, aki egyben kozmológus is volt, és egyébként az ősrobbanás elméletének az alapjait ő teremtette meg, valamint azt is, hogy azt hiszem, hogy talán 1951 óta a katolikus egyház által elfogadott dolog az ősrobbanás, tehát
talán tanulmányozni kéne az egyház történetét, amire hivatkozik. Hát én ezzel vitatkoznék, tehát van, aki hisz benne, van, aki nem. Orbán, illetve, hogy mondjam, a játékmesterek, a bábosok, meg Habony, meg itt nyilván semmiben nem hisznek. Ők hatalomban hisznek. Nekem ez a Kásler őszintének tűnik, hiszen még a prehatalmi periódusban mondta ezeket a vicces dolgokat. Szerintem őszintén hiszi ezeket a dolgokat. Ettől ez nem lesz jobb, sőt. Egyébként én sem hiszek az ősrobbanásba. Már én sem hiszek. Hülyeség. A végtelen az mindig volt. Úgy látom, hogy két nyilvánvaló kizáró tényező van Orbán Viktor személyi döntései mögött. Az egyik az az autonómia, a másik az a kompetencia. Én azt gondolom, hogy ez a kettő, ez alapból kizáró tényező. Ugye az autonómia az azzal fenyeget, hogy az illető az ki fog énekelni a kánonból, vagyis hát a kórusból, vagyis hát meg fogja törni a kommunikációs harmóniát. Ezzel fenyegeti a mítoszt. Fenyegeti Orbán Viktor mítoszát, fenyegeti a hol polgárinak, hol nemzetinek nevezett kormányzás mítoszát. Tehát az autonómia az alapból kizáró tényező. A kompetencia meg pont ennyire kizáró tényező, mert aki kompetens, az Orbán Viktor pozícióját fenyegeti, aki nem biztos, hogy annyira kompetens, aki nem biztos, hogy annyira érti a 21. századot, mint mondjuk Lázár János. Tehát azt gondolom, hogy a Lázár Jánossal kapcsolatban mind a két probléma fennállt, a csávó túl autonóm volt, meg túl kompetens is volt. Nem volt annyira nagyon autonóm, hogy Orbán Viktor lett ott volna 8 éven keresztül vele dolgozni, de az úgy tűnik, hogy elég autonóm volt, hogy ne akarjon további 4 éven keresztül vele dolgozni. És hát elég kompetens is volt, azt azért ezeken a kormányinfókon lehetett látni, és úgy tűnik, hogy ez a kompetencia ez egy bizonyos szinten túl már az Orbán Viktor személyét fenyegeti. Ehhez képest itt van ez az elfogódott Orbán rajongó, ez a 60-valahány éves bácsi, aki Orbán Viktor személye iránt annyira elfogódott, annyira ténylegesen rajong. Van egy olyan érzésünk, hogy itt egy új Semmié Zsolt van születőben. Az a kérdés, hogy mi fejeződik ki az ő személyében, tehát mi fejeződik ki ezek iránt, a területek iránt, mint az egészségügy, meg mint az oktatás, amikor egy ilyen 60-valahány éves Orbán rajongó bácsi kerül oda. Tehát, hogy ő fogja a magyar oktatást, meg a magyar egészségügyet megreformálni? Ezt azért elég nehéz elképzelni. Nem szeretném ezt az embert leírni a nulladik kilométerkőnél, de azért ezt nehéz elképzelni, ahogy így az ember ezt a személyi döntést elnézi. Ugye Lázár azt mondta, hogy az embernek nem csak drukkerei, nem ellendrukkerei is vannak házon belül és házon kívül. Főleg, ha olyan kormányinfo stílusa van az embernek, mint nekem, megjegyzem, ezt a kormányinfo stílust én ezt nem értettem, talán ez arról szól, hogy 3 órán keresztül folyamatosan hazudozunk. Meg maga, de volt minden a esetre, maga volt a cinizmus. Minden esetre az biztos, hogy a parlamenti ellenzék nem ellenfele Orbánnak, csak házon belüli ilyen Lázár János féle sértett emberek jelenthetik az ő ellenzékét. Ajnározzuk a Lázárt, én annyit mondtam, hogy autonóm, és kompetens. De nem ajnározta de, a ezzel ajnározom a Lázárt. Én annyit mondtam, hogy ezek a tényezők... Ezek... képzelni, hogy kérdezni, hogy ezt miért mondod. De azért, mert nem ezt mondta. Sosem olyan egyszerű, mondta, hogy nem ezt mondta, tehát nem ajnározta. Kompetens. Tehát, jó, de igen, nem kompetens, az, arra szeretnék de... rákérdezni, hogy miért mondta, hogy kompetens és autonóm, amikor én ezeken a kormányinfón nem láttam olyat, hogy ő másképp más tartalmat adott volna, mint az összes többi csinogni, csak van neki egyfajta sármia. De nem csak kormányinfót kellett neki tartania, persze, hanem mondjuk az állami apparátust igen magas színvonalon szervezte meg, köztudomású róla, hogy egy hihetetlen munkabírású, egyébként munkamániás és jó szervező készséggel vihar gyorsan csinált egyébként az állami apparátusban egy olyan klientúrát, amely fölött akár át is vette volna az uralmat. Ő egy de nem azt mondtad, hogy nem ajnározta. És akkor, ha befejezhetném én is a mondókámat, azon kívül azt szerettem volna mondani magáról a kormányról. Egyrészt szerintem azért azt rögzíteni kell, hogy a strukturálisan egy erős elnöki rendszer felé megtett nem első lépés, mert a kabinetrendszer az már önmagában arra jó, hogy a miniszterelnök egyébként szakpolitikával ne is érintkezzen. Csak olyan emberek vegyék őt körül, akik ezt úgy, ahogy elbuherálják az alapvető működések szintjén, azokat a parancsokat létre tudják, meg tudják valósítani, hogy mondjuk az egészségügyből kiszedjük az erőforrásokat, az oktatás ügye későbbi felfogásában egyébként a Kásler világképe az belefér, ami nagyjából a 19. század vagy a középkor maga. Én magát nem szeretem, tehát
annak a minisztériumnak, aminek ő a vezetője, mert ezt a ízét, ezt nem vagyok hajlandó kimondani erről a nemzetről, hogy ő egy emberi erőforrása a rabszolgatartó hűbéresnek. Na szóval, ettől ő egyébként még egy kitűnő onkológus és egy kitűnő cégvezető volt. Hogy ebben az ügyben mit fog elérni, mit nem fog elérni, az erősen kétséges, mert nyilvánvalóan parancsvégrehajtó. Tehát igazából az, hogy ebben a kormányban kik vannak, szinte jelentéktelen. Azért jelentéktelen, mert abszolút vezérelve működik ez az egész história. Az összetétel ilyen. A semmilyen azért miniszterelnök helyettes, mert az tuti, hogy soha eszébe nem jut másnak lenni. Ő egyébként egy egyszerű fővadász. És itt megint visszatérek arra, amit a Robi szóba hozott. Tehát igen, a Lázár volt az egyetlen olyan figura, akinek voltak és vannak kompetenciái. Hát a Rogán az kicsoda. Abban a pillanatban elveszíti a jelentőségét, sőt, valószínűleg menekülőre is fogja, ha nem Orbán Viktornak hívják ezt a miniszterelnököt. És a többi is olyan karakter, amelyik bármikor lecserélhető, bárkivel csereszabatosan, bárki jöhet a helyükre. Hát most tehát, bárkivel lecserélték a Lázár. Tehát ez történt. Azt gondolom, hogy egyébként is ez a történet abba az irányba fog elmenni, hogy a kétharmaddal élve hamarosan be lesz vezetve az elnöki rendszer egy nagyon erős kompetenciával. A kormánynak a jelentősége egyre inkább csökkenni fog Magyarországon. Egyébként szerintem a Lázárt egyszerűen, jó, bonyolultam, mert ez rettentő bonyolult dolog, de a stílus. Tehát, hogy ahogy elmondta a kormányinfót, persze ugyanazt hazudta, mint a többi csinovnyik, de az ember egyszer látta rajta, hogy ez valójában magában röhög ezen az egészen. Önmagán. Tehát valahogy na ez az, amit egy ilyen rendszer nem bír. Istenes, nem dicsérni akarom a Lázárt, de én tényleg ezt láttam. De ez semmit nem hiszel abban, amit szerintem régóta mondtam, hogy szerintem a Lázárt nyugodtan lehet dicsérni, mert egy baromi tehetséges ember. Baromi tehetséges ember. De más még jó is, hogy kikerült ebből a kormányból, a mi szempontunkból. Egyébként meg jól látszik ezen az új rendszeren, hogy a Viktornak, vagy Orbán Viktor miniszterelnök úrnak továbbra is csak a Duma számít. Amit a saját szemszögükből a Rogán nagyon jól csinált, mármint, hogy irányította Magyarországon a kommunikációt, és ezt meg is, Rogánt meg is tartotta. Na, de ha már szóba került Balogh Zoltán, akkor még egy picit foglalkozunk fel, aztán tényleg engedjük el a régi szereplőket. Most is csak azért, mert hogy egy meglepő vita irattal jelentkezett három szövetség, három szervezet. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület és a professzorok Batthyány köre. Ezt a távozó miniszter mutatta be és méltatta is egyben, és egyetlen egy gondolatot hadd emeljek ki ebből a vitairatból, ez így hangzik. Manapság nincsenek szabadon elfoglalható földek, mint a római korban, azonban vannak uniós források. Azt tapasztaljuk, hogy az uniós pénzek egyesek számára úgy állnak rendelkezésre, mint a rómaiaknak a frissen hódított földek. Ez olyan mértékben vállalhatatlan része a mai magyar közéletnek, amit a Keresztény Értelmiség nem tud, nem is akar tovább magyarázni. Hát milyen meglepő, hogy ezek után egy-két nap múlva, miután bemutatták a kötetet, már is el kellett gyakorlatilag határolódni saját munkájuktól, és azt mondták, hogy nem is úgy gondolták, meg nem is erre a kormányra gondolták, hogy nekem kicsit gyanús, hogy ez volt minden idők egyik legrövidebb polgári forradalma. Nem. Bocsáss meg, ez a papír, amit a vita mint egy könyv, igen? Megjelent. Ott van az interneten át az ég. Egyetlen ember nyilatkozott, de ma reggel is egyébként hallottam nála, hiszen Bugából, aki egyébként tényleg bokáig összecsinálva magát, elrohant ettől a problémától, és elmondta, hogy ezt ők nem is így gondolták. Mondta ezt mindenki nevében, akik egyébként ehhez a dokumentumhoz adták a nevéket, mindenkinek ajánlom figyelmébe. Vén majmok írták, 30 éves gazemberek megfélemlítették a nárait, és elhatárolódott egyébként a vitariattól. De ettől az még ott van, és tényleg csak arra tudok mindenkit biztatni, olvassa el, a papír, a szöveg önmagáért beszél. Alig néhány olyan pont van, elolvastam az elejétől a végéig. Alig olyan néhány, mint minden vitairattal persze lehet vitatkozni. De ez egy nagyon-nagyon-nagyon gyilkos kormánykritika, félreérthetetlenül a jelenlegi rendszerről és szisztémáról szól, és ami nagyon érdekes különben, és ami engem megragadott, tény, ami tény, más nyelven beszél. Először is ugye ritka dolog az, hogy, és én ezt értékelem, hogy mondjuk az erények felől próbálja megközelíteni a politikát, vagy az igazságosság, vagy az empátia, az okosság szempontjából igyekszik megközelíteni, ha úgy tetszik, bibliai alapon. Nekem egy nyilvánvalóan szokatlan, mert én nem vagyok egy bibliailag művelt személy, de jól olvasható, és ez egy komplett, ahogy hívják, ugye a magyar bálinták megírták ezt a könyvet a maffia államról.
Ez leírja a maffia államot körülbelül, azzal még hozzátéve, hogy igenis, még ráadásul erkölcsi szempontok is vannak, amelyeket ez a szisztéma szétrombol. Azért nekem egy kicsit a Jussi jut eszembe, amikor ugye reszelgeti a körmét, és minden arra járónak azt mondja, hogy az oroszlánt fogja vele széttépni, aztán amikor jön az oroszlánnak azt mondja, hogy ülök itt, reszelem a körmét, és hülyeséget beszélek, a Nárairól jut ez eszembe. Jó, de... Ugyanakkorabban egyetértek veled, ugyanakkor egyetértek veled abban, hadd értsek már veled egyet. Egyetértek veled abban, hogy a Nyuszi elég élesre köszönülte azt a körmét, én is elolvastam a vitairatot, nem volt az rossz. Egészen megdöbbentő megjegyzések vannak benne. Az elhatárolódás az nagyon muris, hogy ez nem is Magyarországról szól, mert nem róla. Rögtön az első vagy második mondat az, hogy az elmúlt években közel 100-an dolgoztunk az időkéleli vitairatokon, hogy keresztény alapon elemezzük a magyar társadalom, a közélet és a politika helyzetét, hoppá. És aztán utána a végén viszont egy kicsit nekem ilyen vártészi volt, a végén egymondatos üzenet olvasható, a túl sok gondolkodás megölheti a cselekvést. Na most ez muris, ugye a tett halál az okoskodás írja az ember tragédiájában madár, de ott legalább az okoskodás, itt a túl sok gondolatról van szó, egy kicsit ez ilyen szomorú történet, de az tény, hogy ha ez megszületett, tehát ott van a szöveg, lehet olvasni, érdekes, egy csomó mindennel nem értek egyet, szerintem a helyzet feltárásában azért sok olyan dolog van, amit mi is mondunk, mások is mondanak, mindenki mond, de erről az oldalról onnan még valahogy eddig nem hangzott el ezzel az érvkészlettel. Úgyhogy én nem csodálom, hogy lehet, hogy csak a Nárai, vagy lehet, hogy többen is megijedtek, mert úgy tűnik, hogy valahol azért akkor mégis van olyan helyeken, ahol nem is sejtettük, olyan zugokban, a professzorok Batthyány körében, meg mit tudom én, létezik még jeleket ad, apró kis füstjeleket, vagy akár vastagabbakat egy ilyen jobboldali keresztény értelmiség, ami kritikus tud lenni. Na és akkor itt jön be az autonómia és a kompetencia kérdése. Ez meglehetősen autonóm, és valamennyire úgy tűnik meglehetősen kompetens a maga stílusában, és a maga helyén ez a szöveg. No hát akkor ez viszont elviselhetetlen ez a szöveg. Ami egyébként az értelmiség dolga lenne, ők azt tették, hogy amit itt ezerszer számon kértünk rajtuk, de engem az érdekel, hogy gyerekek, hogy működik ez. Tehát a Nárainak azt mondja a felesége egyik reggel, te én elolvastam ezt apukám. Hát ti normálisak vagy. Baj lesz ebből. Hát mit tudod, micsoda baj lesz ebből? Vagy elmegy ultizni a, most nem gonyolodom, elmegy ultizni a barátaival, és azt mondják neki, hogy figyelj, de te hülye vagy? Hát nem tudod ki az Orbán Viktor, itt olyan vendetta lesz. Hogy működik? Megírnak egy ilyen komoly munkát, és ő bemegy a tévébe, és azt mondja, hogy nem is erre gondoltunk át. De azért mégiscsak megírták, és szerintem akkor írták meg, amikor egy ilyesmit meg lehet írni, a választások után írták meg, senki nem mondhatja rá, ezek fideszes emberek, nem mondhatják rájuk, hogy ők elgáncsolták Orbán Viktort a célvonal előtt. Ezt ilyenkor kell, a ciklus elején kell megfogalmazni. Nekem bevallom, hogy nagyon imponál, hogy mekkora autonómia igény van a jobb oldalon. Én nem gondoltam ezt. Tehát, hogy engem kifejezetten meglepett. Úgy tűnik, hogy van egy értelmiségi mag a Fideszben, ugye a jobb oldalon általában, amelyik nem megy bele a valósághajlításba. Az és azt kell, hogy mondjam, hogy bár a bal oldalon is volna egy ilyen értelmiségi mag, amelyik nem megy bele a valósághajlításba, csak hogy én emlékszem arra, amikor Konrád György meg Kertész Imre, akik aztán igazán a bal liberális világ szentjei, megpróbálták óvatosan megfogalmazni, hogy hát talán azért nem megy olyan nagyon könnyen az integráció Nyugat-Európában, talán vannak no-go-zónák, és mindenféle vén alzheimeres hülyének lettek elhordva. Sokan, de ezek szerint ti is tapsikoltatok, amikor ez megjelent és elolvastátok, nekem már akkor sem tetszett, hogy őszinte legyek, és mindenki azt mondta, hogy jaj, de jó, a Köcsei tábor, most nem marad néma. Én olyan mondatokat olvastam, hogy szerintem ez a kulcsmondata ennek az egésznek, és ez már az eredeti anyagban is benne van, hogy a keresztény értelmiségnél valós kérdésként merül fel az, hogy a politikai szövetséghez, azaz a Fideszhez, vagy a Krisztusról szóló tanúságtételhez kell inkább hűnek lenni. Ez egy kérdés a keresztény értelmiségnél. És mi a válasz? Ez egy kérdés. És mi a válasz? Az, hogy a Fideszhez. Ennek már örülni kell, hogy föltesznek egy ilyen kérdést. Föltesznek egy kérdést, és nyilvánvaló rá a válasz. Tehát ez az a kérdés, amire higgyed el, hogy nyilvánvaló a válasz, ennyire viszont te nem lehetsz cinikus, hogy azt mondod, hogy erre ők azt a választ sugallják, hogy a Orbán Viktornakhoz kell hűségesnek lenni, és nem a Jézus azzal Krisztushoz. Azzal sugallják, csak azt teszik. Tehát nem lehet elismerni azt, hogy láthatóan, amit leírnak, abban már reflektálnak a valóságra és az erkölcsre, már csak a tetteikben kéne. Félúton vagyunk, úgy tűnik, hogy a munka fele legalább el van végezve.
és jövünk vissza, hát addig ne higgadjatok le, annyit tudok kérni, sietünk vissza. Visszatértünk, gondolom nem higgadtatok le. Szóval, dehogy nem, párthoz kell-e hűségesnek lenni, vagy az erényekhez? Tudni, ez a kérdés ma ebben az országban még szokik, ha úgy tetszik, a parlamentáris demokráciához, emberek százezreinek alapkérdés. Arról vitatkozunk már mióta, hogy mondjuk fociklubként kell tekinteni mondjuk a parlamentáris demokrácia versenyhelyzetére, vagy egyébként az embernek az elveihez, vagy az erényekhez kell hűségesnek lenni, és itt el, és azt mondták, amit mondták, teljesen nyilvánvaló, hogy alaposan végiggondolt szöveggel van dolgunk. Az meg most, hogy itt ennek a némely vezetője egyébként miért nyilatkozik, nekik annál rosszabb, mert ott meg vagyok róla győződve, hogy a beijedt néhány emberen kívül, meg a nárain kívül, de szerintem a nára is a lelkeményen, pontosan tudja, hogy az nagyjából úgy van, ahogy ők ezt itt leírták, és ez a dilemma egyébként el fog jutni a politikai mezőbe is keményen, főleg, hogyha nem veszünk részt abban, hogy elhallgassák. Itt vannak ezek a fideszes értelmiségiek, akik megvallják a hatalom erkölcstelenségét. Itt ebben a helyzetben két dolgot lehet ezzel tenni. Elismerni ezt, mint egy olyan jelenséget, ami eddig fájdalmasan hiányzott a jobb oldalon, vagy megszégyeníteni őket, és azt mondani, hogy ez nagyon kevés gyerekek, még nem léptetek be a demokráciába. Nem, de hát a demokratáktól ez beugró kérdésnek is kevés. Robi, még de folyt a vizsga. De közben meg arról beszélünk, Első lépésnek nagyon jó. De közben meg arról beszélünk, hogy a válasz is megvan, igaz? Hogy ez nem kérdés, hogy mihez kell hűnek lenni. Persze. Hát akkor mondom én Kásler Miklósnak, hogyha ő szerint, a 10 parancsolat szerint kéne élni, hát a legkönnyebben betartható része, esküszöm a még könnyebb, mint hogy ne kívánd meg felebarátott feleségét, a ne lopj. A ne lopj. És itt meg aztán nagy üzemben, ipari méretekben, átgondoltan, maffiaszerűen lopnak, és ő meg ebbe a klubba megy, farok felcsapva. Hát akkor sokszor elmondtam tényleg már, ennyire fontos neki a 10 parancsolat? Nagyon sokszor elmondtam már itt is, meg másutt is. A Fidesz és ez a még mellettük maradt pár értelmiségi nem képviseli már se a konzervatív, se a keresztény, se a polgári értékeket. És ez az egész ahogy nyilvános, amikor nyilvánosságra került, mert azért csak meg volt konstruálva az, hogy április 8-a után kellene ezzel kijönni. A visszavonás, az egésznek a kérdésfeltevései az megalapozza azt, hogy ennek az értelmiségnek el kell tűnnie, és egy új keresztény, konzervatív, polgári értelmiséget kell fölépíteni. Nem tudunk minden gyereket mit csinálni, már bocsáss meg, nem is nagyon értem, és különben még annyit hagyd tegyek hozzá, még egyetlen apróságot hagyd tegyek hozzá, azért is ajánlom egyébként a nézők azon részének is, akik mondjuk nem így gondolkodnak, hogy ilyen papírokat félrevesznek a kezükbe. Mert ez a kérdés mondjuk például, hogy kit kell választani. Ez a magát demokratikusnak, ellenzéknek hívó, és azokra szavazó választópolgárok számára is egy nagyon fontos kérdés, legalább tegyék föl ezt a kérdést a DK-tól az MSZP-ig szavazó választópolgárok, mert tudnék, itt van például az ellenzék csapdája is. Arra most nem beszélve, hogy ti cseszétek meg, egyébként tényleg jakobinusok vagytok. De ha legkomolyabban mondom, itt még tényleg legalább 100 évig meg kell, hogy szívassa ezt a társadalmat, és titeket is Orbán úgy tart. De miért? Ezt a kérdést ők tennék fel először. Nem, ők teszik fel először. Puzsér Robi milliószor föltette, elmondta azokat, erről van szó, amiről ez szól. Mi most, amikor ezt halljuk visszhangzani az ő vitairatukban, akkor ez nem siker. De hát nagy siker, de akkor lenne siker, ha nem azt mondanák, hogy ez nem erről szól, a Fideszről szól. Ez a rémes benne. Tudjék, ezt el fogják hinni. Hát ez a fantasztikus, hogy ezek az emberek, a fideszesek, nem csak a fideszesek, az emberek. Ezek ilyenek, hogy ami a szemük előtt van, azt sem hiszik el, azért, mert hinni akarnak a Fideszbe. Akárhogy is a balogminiszter távozott, és távozóban ezt a könyvet hagyta.
Igen. Tehát mielőtt elment, ezt a könyvet hagyta, hogy ezt majd forgassátok, ha elmentem. És, akkor és ezért enni, ez igen nagy dolog. Igen. Majd utána, mint Galilei visszavonták a tanáikat. És előtt négy évig elk***t mindent, amit lehet. 8. Egy fél mondat. Ezeket a kérdéseket már föltette Platon is, és itt vagyunk megcseszve. Hát már bocs. Na viszont úgy tűnik, hogy nyugaton is helyzet van, ha már vitairat, mert hogy... mintha kezdené Magyarország kihúzni a gyufát, bár ezt is már néhányszor elmondtuk, de most mintha tényleg kezdené kihúzni a gyufát, a magyar kormány volt az egyetlen, ami nem szavazta meg, hogy az Európai Unió a kibocsátó országokban, tehát helyben próbálja orvosolni a kivándorlási, ami nekünk ugye bevándorlási problémát, és hát ezzel tényleg ráléptünk néhányaknak, ezzel majdnem mindenkinek a tyúk szemére. A Financial Times és a Reuters pedig arról ír, hogy olyan javaslatot készülnek benyújtani, aminek értelmében az EU-s országok a jövőben minősített többségi szavazással, tehát nem kellene ugye egyetérteni, felfüggeszthetnék az igazságszolgáltatás függetlenségét veszélyeztető tagállamok közösségi támogatásának kifizetését. Ezt úgy sem tudnám még egyszer elmondani, Magyarországról és Lengyelországról van per pillanat szó, akik ugye a bíróságokat piszkálgatják. Tök jó lesz, ebből is Orbán Viktor fog profitálni, el tudja újra mondani, hogy ez a szörnyű Brüsszel a nekünk jogosan járó pénzeket nem hajlandó. De akkor ne csináljon semmit Brüsszel, hogy nem mondhassa el Orbán Viktor? Brüsszelnek nem most kellene csinálnia bármit, hanem az első alkalommal kellett volna csinálnia egy csomó mindent, amikor a demokráciáról volt szó, amikor az alkotmánymódosítások voltak, amikor a médiatörvény volt, ezt mind szépen végigjátszottuk, aztán nem történt semmi. Úgyhogy ebből is ő fog profitálni, el fogja mondani, hogy milyen szörnyű ez a Brüsszel, és a végén ugyanúgy ezek a brüsszeli pénzeket meg fogjuk kapni, és ugyanúgy Mészáros Lőrinc fog belőle szállodákat, meg nem tudom én miket építeni. Az a kérdés, hogy mi fog előbb megváltozni, minek az álláspontja fog előbb megváltozni ebben a konfliktusban, Orbán Viktoré vagy Brüsszelé? És én azt gondolom, hogy sokkal inkább Brüsszelé. Most már itt lassan érdemes az egy év múlva esedékes Európai Unióban gondolkodni, nem a mostaniban. Egy év múlva új európai parlamentet választ Európa, ugye? Ez az egy év múlva esedékes új európai parlament már úgy gondolom nagyon másképpen fog viszonyulni akár a bevándorláshoz. Azt gondolom, hogy én legalábbis egy bevándorlás kritikus hullámot vélek látni a horizonton. Azt gondolom, hogy sokkal inkább 2019 lesz a lázadás éve, ahogy a Orbán Viktor, vagy amit a Orbán Viktor vizionál, vagy vágyik a lázadás az elitek ellen, a lázadás az integrációnak a politikája, a hivatalos politikája ellen. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor sokkal nehezebben fog tudni úgy konfrontálódni azzal a Brüsszellel, azzal az egy év múlva esedékes Brüsszellel és Strasbourggal, mint ahogyan most teszi. Pont azért, mert rengeteg vonatkozásban fogja már az a Brüsszel a jelenlegi Orbán Viktornak az álláspontját képviselni és hordozni. Ez nyilvánvalóan jót fog tenni Orbán Viktor megítélésének Európában, de nyilvánvalóan nem fog jót tenni a szabadságharcnak. Ugye nehezebb lesz akkor már azzal a Brüsszellel szabadságharcolni. Akkor találnak más, Robi. Te is tudod, akkor majd találnak újra, akkor kitalálják újra az ENSZ-t, vagy kitalálják a Soros fiát, kitalálják a vonát, aki ürgébőrbe bújva Dunaföldvárnál szervezi az ellenállást. Szóval valami akkor igen, is csak lesz. Szóval azt gondolom, hogy nagy hiba lenne, hogyha Európa fontos ügyeit, mit kizárólag az Orbán Viktor hatalmi pozíciójának a relációjában látnánk. Tehát azért nem Orbánhoz tartozik Európa, hanem Európához tartozik Orbán. Tehát most van egy csomó kérdés, amiben Orbán Viktor úgy gondolom európai szinten progresszív álláspontot képvisel. Ezekben a kérdésekben úgy gondolom nem lenne baj, hogy Orbán Viktornak az igazsága vagy a jogos igazsága érvényesülne. Már csak azért sem, mert sokkal nehezebb lenne onnantól kezdve ezzel Magyarországon választást nyerni. Ez a Orbán és Brüsszel relációjában szerint de van egy fontos szempont, amit azért ilyenkor nem célszerű kihagyni, az, hogy azért Orbán sok szempontból Putyin rigója az Európai Unión belül. De Putyin rigója csak akkor működik az Európai Unión belül, hogyha az Európai Unióban viszonylag rendezettek ezek a kapcsolatok. Ez lehet, hogy olyan irányba megy el a megoldás, amiről te beszélsz. Én tartok ettől egyébként, én is ezt látom. Lehetőségnek szerintem ez rossz. Nem arról van szó, de ez az én véleményem. Nem lehet ezt odáig feszíteni, és egyébként a brüsszeli oldalról meg azért nem feszítődik ez, még hogyha nem ez a forgatókönyv, mert iszonyatosan lassan örülnek, ugye Brüsszel magamai, ezt tudjuk. Tehát mire itt egy ilyen
laza szándékból határozati javaslat lesz, meg határozat terület, határozat, mit tudom én, addig nagyon sok víz lefolyik az összes európai folyón, de az, hogy mit akar Putyin, aki most azért eléggé megerősödve került ki, bár eddig sem volt gyenge, és a lényegében azért sok szempontból Moszkvát nézhetjük annak, hogy mi lesz a mi jövőnk ebben az egész történetben, hogy megérje neki például, feltételezzük mondjuk a kieső európai támogatásokat, megérje neki ezt pótolni egy efféle szatellitállamnak, egy efféle kis rigónak, ami ott fütyül, vagy azt mondja, hogy akkor nekem ez már pont azért nem éri meg, mert hát ugye már nincs benn, fél lábbal már kifele áll. Európai Unió, NATO, mi tagállamként és teljes jogú tagállamként vagyunk fontosak nagy keleti második szomszédunknak. Mindaz, amivel önöket kedves közönség eteti a vezért, ott, amikor ez a kérdés valóságosan terítékre került, igen lassan, és nem olyan villámgyorsan, ahogy ezt egy ember elő tudja adni, de az első dolga volt, hogy megfúrja. Én azt gondolom, most egy kicsit idehozva a néppárti történetet is, nagyon-nagyon nagy szüksége van ellenségekre, ugye ezt megegyeztünk. A Brüsszel, mint ellenségkép a továbbiakban is nagyon fontos. Orbán unja a magyar belpolitikát, és sokan mondják, van ebben valami egyébként, mert a hátország megvan, csak stabilizálni kell és örökletessé kell tenni. Ehhez Brüsszel, mint ellenség kell. Szerintem Orbán most igazából azon dolgozik, hogy egy új parlamentben, a néppárton kívül, ő létrehozzon egy olyan politikai tömörülést, ami egy nagyon laza és folyamatosan káoszba és döntésképtelenségbe hajszolt unió valóságos uniót hozzon létre, ami döntésképtelen, nem tudja az alapszerződést módosítani, amit a világhoz most már azért igazítani kellene, és itt jön az ő főnöke, itt lép be valójában a Putyin érdek, van egy gyenge, döntésképtelen Európai Unió, és akkor könnyebb tárgyalni az oroszokkal is, könnyebb mindenkinek megkötni a különbejáratú kis üzleteit, mondjuk a germánoknak is. No szóval Orbán Viktor egyelőre nagyon hatékonyan azon munkálkodik, hogy annak az előnyei, amit mondjuk egy ilyen unió jelenthetne abban a szörnyű versenyben, ami a nagy régiók között zajlik, annak az előnyeit kizárólag ez a hűbéri elit élvezze, és ha egy mód van rá, a hatalma, ha egy mód van rá, akárha örökletes is legyen. Azért az már most látszik, hogy az euroszkeptikusok szemében menő ő, és hát, a néppárt már próbált tőle szabadulni. Lehet, hogy ez a közhely, ez az Európai Unió lassan dönt közhelyen, el kéne gondolkozni. Mert mi történt? Most Orbán olyat gátolt meg az Európai Unióba, ami egy stratégiai döntés. Tehát ahogy tényleg rálépett az Európai Unió tyúk szemére, abban a pillanatban gyerekek előkerült egy X per X cikkely a szerződésbe, ami alapján meg lehet támadni Orbán Viktor. 8 évig mindenki azt mondta, hát olyan lassan megy az Európai Unió, hogy ha a lengyelek nem szavaznak az Európai Unió mellett, akkor nem tudnak ellenünk csinálni semmit. Most pedig hirtelen előkerült egy olyan cikkely, amiben nem kell a lengyelek egyetértése. Ez még csak terv. Mi? De miről beszél? Erről sose volt szó. Arról beszélek, hogy most elkezdenek beszélni egy olyan törvénycikkelyről, hogy azokban az országokban, nem törvénycikkel, nem tudom, vagy megalapodás, azokban az országokban, ahol az igazságszolgáltatás nem demokratikus, ott kétharmados többséggel is lehet szankciókat az ellen az ország ellen hozni. Idáig ez 8 éven keresztül senki nem találta meg ezt a szankciót. Nem tudom, hogy a Sanyi mire alapozta ezt a néppártos elméletét, de magamra. Ez nincs. Konkrétabban nem, nincs. Mert én már hallottam olyan pletykát, hogy a néppárt véletlenül ketté fog válni, vagy fog szakadni. Nyilván Orbán már deklarálta a választások előtt találkozott Manfred Weberrel, ott már deklarálta azt, hogy ő a néppárt jobb széléhez tartozik, tehát ez az ő szájából hangzott el. Nyilvánvaló, hogy melyik csapathoz
tartozna, és ebből egy káosz alakulhat ki, hiszen ott lesznek a szocialisták, akik kevésbé erősek, sőt, gyengülnek, és ott lesz a néppárt, ami viszont kettészakad, és így egy patthelyzet alakul. Jó, azért a túlzásnak, kettészakadásnak hívni, ha az Orbán kiválik ebből a dologban. Nem dologban, az Orbán, visz magával, arról szól a pletyka. Jó, azért a migráció az nálunk valószínűleg örökkön-örökké téma lesz, pedig a felszín alatt ízik a jó öreg cigány téma is, hogy így fogalmazzak. Azzal a különbsége, hogy most az nem téma. Ugye erre szokta Bogdán Laci azt mondani, és ezt mindig meg szoktam ilyenkor említeni, hogy már nem a cigányság a legutáltabb társadalmi csoport, mert hogy a migránsok halájuk mentek, de ezt ők nem igazán érik meg társadalmi fölemelkedésnek. És ugye van egy konkrét esetünk is, méghozzá a Parnograszt nevű zenekarral történt meg, akik pénteken még egy teltházas koncertet adtak Óbudán, aztán szombaton szerettek volna elmenni a nyugati téren levő Remix diszkóba, csak hogy a biztonsági őrök nem engedték be őket. Ugye utólag kiderült, hogy fennakadtak az úgynevezett face controlon, kamerákkal figyelik fentről, hogy ki akar bemenni a diszkóba, és ott egy kisfőnök úgy döntött, hogy ezeket ne engedjék be. És a diszkó biztonsági főnöke azt mondta utólag, hogy azért nem engedték be őket, mert kiskorú is volt közöttük, csak hogy nem volt közöttük kiskorú, meg nem is ellenőrizték a papírjaikat. Szóval nem egy szép történet. Ami nagyon-nagyon csúnya ebbe, hogy tényleg azért naponta történnek meg ezek, sok helyen nem is hallunk róluk, most hallom, hogy ez megszűnt témának lenni. Ez nagyon csúnya, de ha beszélünk róla, ha nem, ha kimondjuk, ha nem, őket azért nem engedték be, mert cigányok. És éppenséggel ők művész cigányok, és valószínűleg tartom, hogy soha semmilyen balhét nem kezdeményeztek. De vajon ez már egy okozat? Az ok pedig az, ha kimondjuk, ha nem, hogy a diszkó tulajdonos, meg a beengedők is tudják, hogy ha tömegesen engedik be a nyolc kertből a népeket, akkor ott balhé lesz. Ez ugyan most nem nagyon polkorrekt, de mindannyian tudjuk, hogy ez Magyarországon, meg nem csak Magyarországon, ez így működik. Ezért inkább nem engedik be őket. Mert ha ugyan 10-ből 9-szer nincs balhé, de egyszer van szurkálás, akkor már nem éri meg. Az elmúlt 20 évből annyi ilyet tudnánk fölhozni, hogy ha azt gondoljátok, hanem sajnos ez az igazság. És sajnos. Nem azért nem engedték be őket, mert ők cigányok, hanem azért nem engedték be, mert a beengedők, meg aki a face control végezte, az rasszista. Most te elmondtad egyébként a rasszista olvasatot, ahol sok cigány van, ott balhé lesz. Nem, ahol sok balhés ember van, ott balhé lesz. Ez bőrszín alapján, rasszista kritérium alapján. Így sajnos nem lehet. Ebben te hiszel, Péter? Igen. Ebben a szempontból csak ebben hiszek, mert ha bármi másban hinnék, akkor olyan dolgokat csinálnék, mint például, hogy nem engedem be. Én nem mondtam, hogy helyes, csak nem, így mondtad, gondolkoznak. Azt mondtad, hogy megokolható. Nem okolható meg. Nem a kapitalista diszkó tulajdonos az azt nézi, hogy 10-ből 10 esetben, amikor korábban beengedett romákat, akkor mondjuk abból a 10 esetből 5 esetben balhé volt. És csak a zsebét nézi. Ő neki nem jó az, hogyha szétverik a diszkóját. Ez mondja és, a kapitalista diszkó tulajdonos, csak ez nem így történik. És? Ja, hát jó, hát a valóságot persze. A valóságban nem így megy a gondolati folyamat. A valóságban az a gondolati folyamat, hogy barna az arca. Nem. Akkor nem engedem. Mert például ti azt mondjátok, mert az a common sense, mindenki úgy gondolja, hogy ahol cigányok vannak, ott balhé lesz. Ahol nincsenek cigányok, ott is lehet balhé. Miért gondolják ezt szerinted? Mert sokszor van, hogy ott balhé lesz, ahol cigányok vannak. Ennek egyszerű oka. X cigány és Y cigány és X fehér és Y fehér. Ennek végtelenül egyszerű oka van, kedves András. Azért, mert mondjuk ugye a cigányoknak más a bőrszínük, és amikor egyébként nem barna bőrű emberek csinálnak mindenféle barhékat, akkor nem tudod róluk megállapítani egyébként, hogy tót, sváb, digó, szlovén, az Isten tudja micsoda. Ezért. Tudod, ilyen egyszerű edőcsek. Akkor menjél be egy börtönbe, Sanyi, nem hiszem, és állapíts meg, hogy mennyi a tót sváb, és mennyi a cigány. Hát nehéz, mert rátekintésre nem tudod megállapítani. Az, hogy ez miért van, az egy másik kérdés. Az, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni, az egy másik kérdés. Az, hogy aki azt mondja, hogy a cigányokkal sok probléma van ebben a civilizációban, az egy szemét rasszista,
és aki meg az egészet nem veszi figyelembe, hogy a börtönök 90%-ában cigány fiatalkorúak, meg cigány emberek vannak, az meg a nem rasszista. Ez a probléma. Hát ugye egy cigány már azért börtönbe megy, hogyha ellop egy izét, egy rőzsekőteget az erdőből, míg Mészáros Lőrinc szabadon van. Egy normális börtönben 90%-ban Mészáros Lőrincek ülnének. Két dolgot összekever. Nem. Ez demagógia. Az a tragédia ebben az egészben, hogy ennek a kisebbségnek a többsége miatt a kisebbségnek a kisebbsége szívja meg, és nem engedik be őket oda, ahova be akarnak így menni. Van. De hát ez Mészáros Lőrincre is igaz, könyörgöm. Az a kisebbség igaz, egészen minoritás kisebbsége miatt a totális többség szív. Tiltsuk ki Mészáros Lőrincet, ha lesz egy diszkó, nem engedem. A magyarok többsége szerinted olyan, mint Mészáros Lőrinc. Hát akkor, ja, így van. Egy pillanat. Nem. Ti mondjátok, hogy a cigányok többsége balhés. Én nem azt mondtam, hogy a magyarok többsége olyan, mint Mészáros Lőrinc. Az a ti logikátok. Ezt nem mondtuk. Szóval, Robi. Hát úgy tűnik, hogy egy cigány galerinak nézték őket, miközben hát azok csak a jó értelemben, ugye? Most itt a helyzet az, hogy a cigány galeri jó értelméhez nem tartozik viselkedési normarendszer, a cigány galerinak meg ehhez a rossz értelmezéséhez, meg tartozik egy viselkedési normarendszer, ehhez a rossz értelmezéséhez, ehhez az tartozik, hogy az ember így közelebb húzza magához a táskáját. Ehhez az tartozik, hogy hát ez ilyen biztonsági kockázat. És akkor itt ilyen biztonsági kockázatként tekintünk erre a dologra. Én azt gondolom, hogy helyesen történt a dolog, hogy ebből nyilvános ügy lett. Helyesen tették a Parnográsznak a tagjai, hogy ezt nyilvánosságra hozták. Ilyen helyzetben a nyilvánosságot lehet segítségül hívni, hogy a legközelebb, egy ugyanilyen szituációban, amikor a bőrszíne alapján tiltanak ki valakit egy szórakozóhelyről, akkor az illetők elgondolkodjanak ezen. És én nem állítom, én nem akarok a valósággal vitába szállni, hogy nem jelent szükségszerűen egy cigánygalerinak, a rossz értelemben vett cigánygalerinak a beengedése biztonsági kockázatot, de ezt a biztonsági kockázatot ezt nem lehet úgy megspórolni, hogy bőrszín alapján nem engedünk be embereket. Ha lehetséges, hogy biztonsági kockázatot jelent, ebben az esetben is be kell engedni őket, vállalni az ezzel járó biztonsági kockázatot, és biztosítani a helynek a biztonságát úgy, hogy közben nem diszkriminálunk embereket a bőrszínük miatt. Ez lenne a feladat. Vagy nem működtetni diszkót. Ez is egy lehetőség. A tegnap volt május, egy nagyon picit emlékezzünk meg, elég kevesebb voltak egyébként kint a majálisokon, de a szakszervezetek is tartották a szokásos kis összejöveteleket a Városligetben, és azt hangzott el, hogy a szakszervezeteknek meg kell újulniuk és meg kell erősödniük. Úgyhogy arra gondoltam, hogy azt kérdezem tőletek itt a műsor végén, hogy ti milyen szakszervezetet alapítanátok. Én a NER lovagoknak alapítanám meg a szakszervezetét, mert most jön majd a csirkebuli, tehát elfogy a pénz, és akkor ugye az a csirkebuli, McMurphy ezt nagyon jól elmondta annak idején, hogy amikor egyik csirke megsebződik, akkor összetépkedi a többi, de közben a többiek is véresek lesznek, és a vége az, hogy képes egy csirke kolónia kinyírni egymást. Na tehát, hogy ezt elkerüljük, én megalakítanám a NER lovagok szakszervezetét, hogy a jövő is biztosítva legyen. Én olyannyira reakciós vagyok, hogy a május 1-ét rendszerint munkával töltöm, úgyhogy én a kommunizmus áldozatainak szakszervezetét alapítanám meg, szép nagy 100 milliós szakszervezet lenne. Én azt gondolom, hogyha a baloldal az utolsó intakt ponthoz akar visszanyúlni, ahonnan újraírhatja a saját történetét, méghozzá tisztességes alapokon, akkor két Liannáig kell visszanyúlnia. Úgy gondolom, hogy két Lianna az utolsó intakt pont, ahonnan a baloldal elrugaszkodhat, és megvalósíthatja azt a fajta önszerveződést, alulról jövő önszerveződést, amelyik egyszerre hordozza a baloldaliságnak a mindenkori és legszebb hagyományait, miközben nemet mond a bolsevizmusra, és hordozza az antikommunizmusnak a legszebb erényeit. A Robi elmondta az általam is szívesen váltott szakszervezet politikai programbeszédét, én ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy sok tag, nagyon sok ember, a szakszervezet ereje, a taglétszámából, a sztrájk alapjából, a szövetkezési képességéből és egy ilyen világos értékrendből jöhet létre, egy ilyen szakszervezetre iszonyú szükség lenne itt Magyarországon és Európában is.
Hát én egy konkrét témára térnék rá, ugye a szexmunkások szakszervezete szerintem az nincsen, nagyon fontos de van. Lenne gyerekek. Van. Van, akkor megint tévedtem. Paprika Kinga, ő a szakszervezet? Nem, ő tanácsadó, nem ő a szakszervezet. Ő a szóvivőt. Én is, akkor elmegyek tanácsadónak. Hát én egy autonóm, kombatív, hogy mondjam, működőképes, erős, egy szóval egy valódi szakszervezetet látnék szívesen, sőt, egy egész rakás valódi szakszervezetet, és valódi szakszervezetek, valódi szakszervezeti szövetségeit látnám, mert hogy Magyarországon per pillanat, amit szakszervezetek nevezünk, azok ilyen bürokratikus, ilyen kifizető helyek, meg hasonlók, pont olyanok, mint a pártok. Valódi politikai pártot is szívesen látnék, meg valódi szakszervezetet is. Hát én az elsőre annyit írtam, hogy a független újságírók szakszervezetét, hogy én lehessek, aki másfél év múlva mondjuk lekapcsolja a villanyt, de aztán kiderült, hogy már van ilyen, csak soha nem hallottunk róluk az égvilágon semmit. Azért önök halljanak rólunk, jövő hét szerdán is jövünk. Köszönjük a figyelmet!